Hello, hello, itt újra vidéki srác. Újabb teszt videót fogunk csinálni, és ugye lehet látni a két teszt alanyomat, egy Monster Reaper Juice-ot, illetve egy Hell Plumot, vagy Plum, vagy nem tudom, hogy kell mondani, sajnos nem jó az angol kiejtésem. Mindegy, se baj, a Plum, vagy Plum, vagy hogy kell mondani, az maga a szilvát jelenti, szóval ez egy új téli kiadásos szilvás, illetve a Ripper Juice-t, azt annyit kell tudni róla, hogy Magyarországon már régóta van Ripper, csak most új dizájnban, illetve 10%-kal kevesebb gyümölcstartalom, mint az eddigiekben volt. Illetve a legelsőben volt 50% gyümölcstartalom, utána csökkent 30%-ra, és most még egy 10%-ot levettek belőle, úgyhogy már csak 20% gyümölcstartalom van benne jelenleg. A Hellről meg annyit kell tudni, hogy ez egy szilvást és tutti fruttis, nem is mondom tovább, biztos tudjátok, hogy mi lenne már rögtön a véleményem. Szóval szilvás tutti fruttis, 250 ml-es kiszerelés, kékdobozos, viszont a szilváról jut eszünk be, hogy lehetett volna akár lila színű a doboz. De nagyon kíváncsi vagyok a tartalmára, ugye egyet már teszteltünk, ami a körtés volt, ami szintén nekem ugye nem jött be. Ez vagy bejön, vagy nem, de viszont én most úgy döntöttem, hogy a Hell-lel kezdem, és utána a Monsterrel, hogyha a Hell nekem nem jön be se, akkor ugye ez természetesen megy a gyűjteményekbe mind a kettő, viszont ha ez nekem nem jön be így elsőre, akkor utána lehet egy kellemes ízt utána tesztelni. Na, térjünk akkor az elsőre, ahogy elmondtam, ugye ez egy Hell Ice Cool, plum, nem is érdekel, ugye ahogy elmondtam, 250 ml-es, 32 mg per 100 ml koffein van benne, limitált kiadás, úgyhogy úgy kell venni, és nagyjából ennyi, amit elmondtam, ez az új nyitófüles, ugye, ahogy mondják, hogy a könnyített nyitófüles. Na viszont szerintem nézzük le meg a tartalmát. Hát elég különös illata van. Szívet nem igazán érzem rajta. Láthatjuk a színét. Hát ez egy ilyen, a videó nem tökéletesen adja át, de viszont én elmondom, hogy hasonlít a szilvának a levéhez valamennyire, csak egy kicsit élénkebb a színe. Egészségetekre! Na, ez, azt kell mondjam, ez jó. Ez jó lett. Nem azt mondom, hogy iszok állandóan belőle, de árérték arányban tökéletes. Ez most jó. Nem annyira érzem benne a tutti fruttit. Mint ha valamennyire picit így visszavettek belőle. Van benne, mert írja, hogy szilva és tutti frutti ízű, de viszont nem lehet úgy átérezni maga a tutti fruttot, hogy szerintem visszavettek belőle. Jó. Ennyi lett volna maga a Hell szilvás. Úgyhogy folytassuk egy másik kellemesse. Ami, mint kiderült, nem volt nekem rossz. Kellemes íze van, úgyhogy szívesen iszok belőle, ha felkínálják. Na. Erre visszatérve, ez ugye szokásos 500 ml-es kiszerelését hozza a Monster. Mint ahogy elmondtam, ugye ez 20% gyümölcs tartalommal van már, mert ugye az előző 30, illetve a legelső, ami taurinos volt, az ugye 50% gyümölcs tartalommal jött ki. 32 mg per 100 ml koffein van benne, taurint ugye nem tartalmaz, mert ugye nem külföldi. És nagyon más nem kell mondanom róla, ugyanis biztos szerintem legtöbbetek már ivott Rippert, úgyhogy
csak a dizájnja változott, meg ugye, ahogy elmondtam, ugye a gyümölcs tartalom csökkent 10%-kal. Szerintem bontsuk is fel, és nézzük meg, hogy mit változott. Egy szép sárga színe van. Az illatát ugyanúgy hozza. Finomnak finom, de mintha nem is venném észre, hogy vissza lett volna az a 10% véve. Ugye, mert ahogy elmondtam, 20% gyümölcs tartalom, de én itt nem is keveset a Ripperből, de nem tudom. Érdekes. Nem is érezni benne az, hogy vissza lett volna véve. Vissza lett szerintem véve, csak egyszerűen az ízében nem érezni, olyan, mint a simán Ripperet innen. Az előzőt. Érdekes. Érdekes. Na mindegy. Én ennyi lettem volna, mint vidéki srác. Ugye teszteltünk egy Monstert, illetve egy szilvás helt. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot. Iratkozz fel mindenféleképpen, hiszen nem bánod meg. Legközelebb videóban találkozunk, addig is. Szervusztok!